Sziasztok, Császár Szabolcs vagyok, és ebben a videóban bemutatom nektek a legújabb pár napja bejelentett Sigma 1628 mm f2.8 DGDN Contemporary ultraszéles látószögű zoom objektívet, ami azt hiszem megérdemli a jelenlegi legjobb árérték arányú ultraszéles látószögű nagyfényerejű zoom objektív címet, hiszen tényleg nagyon jól sikerült. Szokás szerint most is a Sigma Magyarország jó voltából tesztelhettem az objektívet, úgyhogy köszönet nekik, de természetesen ez semmilyen módon nem befolyásolja a és a saját tapasztalataimat és élményeimet osztom meg most is, mint mindig. Úgyhogy most, hogy ezt leszögeztük, vágjunk is bele, és ássunk mélyebbre, hogy mire is képes ez az új objektív. Először is, mivel egy DGDN Contemporary objektívről beszélünk, már jól tudjuk, hogy ez azt jelenti, hogy ez az optika full-frame milc fényképezőgépekre lett kitalálva. Ebből fakadóan ezt az objektívet is kétféle bajonetben fogjuk tudni megvásárolni, vagy Sony erre, vagy lejka erre. Contemporary objektívhez hűen ez is rettenetesen könnyű a maga 450 gramjával, köszönhető a könnyebb polikarbonát borításnak. Kialakításra ugyancsak contemporary objektívekhez hasonlít, nagyon finoman állítható zoom gyűrűt és fókusz találunk rajta, amivel könnyedén változtathatjuk a gyújtótávolságot vagy a fókusztávolságot. Az objektíven egyetlen egy darab kapcsolót találunk, ami lehetővé teszi, hogy gyorsan váltsunk autofókuszról manuálfókuszra, vagy fordítva. Optikai stabilizátor nincs benne, de ez nem is csoda, hiszen manapság szinte már az összes modern meals fényképezőgépben baromi jó szenzor stabilizáció van, ami gyakorlatilag pótolja ezt. Ha belegondolunk, hogy egy ilyen ultraszéles nagylátószögű zoom objektív nagy fényerővel mekkora szokott lenni, akkor hát finoman szólva nem erre a méretre gondolunk, pláne nem ekkora szűrő átmérőre. Az egész objektív elfér a tenyerembe és a filter átmérője 72mm, ami tényleg kicsinek számít, hiszen ebben a kategóriában inkább a 82mm-es átmérők a megszokottak. Ez tehát szuper, hiszen nem kell óriási szűrőket vásárolnunk vagyonokért. Ami számomra eszméletlen fontos és pozitív tulajdonság, az nem más, mint hogy belső zoommal rendelkezik az objektív. Ez azt jelenti, hogy a zoom gyűrű változtatásával és a lencsetagok mozgásával nem lesz nagyobb az objektív, de ami számomra ennél is fontosabb, hogy nem változik meg az objektív súlypontja. Széles látószögű optikákat rendszeresen használunk gimbalon videózás során, és higgyétek el, baromi nagy könnyebbség, hogy egy szimpla zoomolásnál nem kell újra kiegyensúlyoznunk az egész gimbalt, mert elcsúszott a súlypont. Ezért is tartom nagyon hasznosnak a belső zoom rendszereket, úgyhogy ez szerintem egy óriási plusz. Felépítés tekintve nagyjából ennyit érdemes tudni róla, viszont a contemporary objektívek pont arról híresek, hogy a kompaktságuk mellett a képminőségük sem elhanyagolható. Pont ezért nézzük is meg, hogyan muzsikál élesség terén az objektív. 16 mm-en nyitott rekesz mellett f2.8-on már rögtön baromi éles képet látunk, főleg a kép közepén, de a kép sarkában is szépen tartja magát, csak minimálisan lágyabb. F4-nél már javul a helyzet a sarkokban is, és f 56 és 8-on már tűéles, pont úgy, mint középen. Tényleg meglepődtem, mert általában azért nagyobb eltérés szokott lenni a kép közepén és a kép sarkában, de itt tényleg már F2.8-nál rendkívül jó volt az élesség a kép teljes mezején. 28 mm-re zoomolva gyakorlatilag teljesen ugyanez a szitu, azzal a különbséggel, hogy itt már F4-től borotva élesek a sarkok is, és onnantól f 56 -on és 80 már nincs jelentős különbség. Ezt az objektívet tehát bátran lehet használni nyitott rekeszsel, hiszen bőven elég éles a legtöbb szituációhoz. Ha tovább megyünk a képminőség vonalon, akkor kromatikus aberrációról szinte nem is beszélhetünk. Még a legszélsőségesebb szituációkban is alig jelenik meg, minimálisan vehető csak észre a legkontrasztosabb széleken, de ezt is csak akkor vesszük észre, ha erősen belenagyítunk a képbe. Úgyhogy a kromatikus aberrációt rendkívül jól kezeli az objektív. Az optika bokéja viszonylag jó, nem mondom, hogy nem láttam már szebbet, de a gömbök kerekek, hála a 9 lamellás blendének, csak kép széleinél nincs erős macska szemefektus. Egyébként hétköznapi használat közben az elmosódott háttér viszonylag egységes, kellemes és nem zavaró. A becsillanás mértéke nagyon jól van kontrollálva, nem tapasztaltam erős vagy zavaró foltot, ami agodalomra adna okot. Ha csillagszerű napocskát akarunk elérni, akkor egészen F16-ig érdemes lerekeszelni, viszont igazából egyik blende értéken sem túl szép ennek a leképezése, úgyhogy ez egy hasznos info lehet azok akiknek ez nagyon számít, bár én személy szerint nem igazán tartom fontosnak. Vinyettállása viszont van bőven az objektívnek, ami 16mm-en, f2.8-on a leglátványosabb. Innen fokozatosan javul, viszont teljesen csak f5 felett szűnik meg. 28mm-en már egyáltalán nem ilyen rossz a helyzet, közel sem ennyire drasztikus, de ott is f2.8-on a legrosszabb, és fokozatosan javul, szintén f5-ig. Sajnos ez az ultraszéles nagylátószögű jó objektíveknél elő szokott fordulni, de szerencsére ezt azért tudjuk korrigálni valamennyire az utómunka során. A másik dolog, amit tudunk javítani a szerkesztés során, az nem más, mint a torzítás. Hisz bizony, sajnos ennek az objektívnek elég erős torzulása van mindkét végén. 16 mm-en erős hordós torzítást veszünk észre, míg 28 mm-en erős párna torzítást. A tesztek alapján olyan 19 mm-nél van kompenzálva mind a két irányba, előtte vagy utána viszont valamilyen módon jelen lesz, természetesen attól függően, mennyire közel vagyunk a témához. Szerencsére, ahogy korábbi videóban is mondtam, fotózás esetén ezeket a torzulásokat gyakorlatilag egy kattintással orvosolni tudjuk, úgyhogy talán nem olyan óriási probléma. Szóval ennyit a képminőségről, és most térjünk át picit az autofókuszra, hiszen ez az egyik legfontosabb szempont egy modern objektív esetén. A belső léptető motornak köszönhetően mind fotóban, mind videóban rendkívül gyors és responsív az autofókusz. Sony a 7 mal tesztelve videóban szuperül működött az arckövetés, megbízható és nem tapasztalunk hunting jelenséget vagy bármilyen pulzálást. you Fotózásnál is baromi gyorsan vált az előtérről a háttérre, tényleg abszolút partiba van, akár egy natív Sony objektívvel, ha autofókuszról van szó. És ha már fókusz, akkor mindenképp leteszteltem a focus breedingjét is az objektívnek, és nem mondom, hogy nulla a légzés, mert azért látszik a széleken 16 mm-nél, de nem mondanám nagyon zavarónak. 28 mm-en pedig már tényleg egyenlő a nullával, és szinte semmi fókuszbreeding breeding nem érzékelhető. Úgyhogy összegezzünk kicsit, és lássuk, tudom-e ajánlani az új Sigma 16-28-at. És ha igen, kiknek? Először is, igen, mindenképp tudom javasolni, hiszen egy baromi éles, ultraszéles látószögű zoom objektívről beszélünk, ami ráadásul 2.8-as a teljes tartományban, szép a képminősége és baromi kompakt a mérete, tehát nagyon jól passzol a modern mélt fényképezőgépek vázaihoz. Jelenleg a legjobb árértékarányú objektív a piacon ebben a kategóriában, hiszen 350 ezer forint környékén lesz kapható. Ha belegondolunk az alternatívákban, akkor ott van a Tamron 1728, ami szerintem picit gyengébb minőségű, nem akkor a látószögű, és még drágább is, kb. 20 ezer forinttal. Ott van még az új Sony 1630 F4, ami szuper kompakt, jó képminőségű, viszont gyengébb fényerősségű, ráadásul 630 ezer forint. És persze ott van a Sony 1635 F28 G Master, ami mondhatni, hogy a csúcs minőség, viszont jóval nagyobb, és hát 830 ezer forint jelenleg az ára, úgy, hogy képminőségben sem sokkal jobb a Sigma 1628-nál. Szóval ezért gondolom egy szuper opciónak ezt az objektívet és bátran tudom ajánlani vlogoláshoz, tájképekhez és bármilyen felhasználásra, ahol jó jön egy nagyfényerejű, ultraszéles látószögű zoom objektív. Ebben a videóban viszont ennyit szerettem volna elmondani. Ha tetszett vagy hasznosnak találtad, akkor mindenképp jelezd nekem ezt egy like formájában, iratkozz fel a YouTube csatornámra, hogy le ne maradj a további hasonló tartalmakról, és találkozunk a következő videóban. Addig is vigyázzatok magatokra! Sziasztok!